Minden tiramisú rajongónak el kell készíteni ezt a zabkását. Nem csak azért, mert iszonyatosan finom, egyszerű, hanem azért, mert a diétátokat is támogatja, nem csak a magas fehérje tartalmával, hanem azért is, mert plusz zsírégető van benne. Én ugyanis a Peak proteines kávéját használtam, ami a kávé és a fehérje poron extra HCA zsírégetőt is tartalmaz. Na de hogy készül a recept, mentsétek le, mondom is. Minden hozzávaló ki van írva, elsőnek a zabot és a kávét keverjétek össze, és öntsétek nyakon nagyjából 2 deci vízzel. Ezt keverjétek össze alaposan, majd nincs más dolgotok, mint a mikróba tenni. Mikróban nálam ez a legmagasabb fokozaton nagyjából 2 perc alatt el is készült, és a végeredmény nem egy olyan biztató állag, de hagyjátok egy picit pihenni, és nagyon szépen be fog pudingosodni. Így fog kinézni. Én egy külön tálba szedtem, és a tetejére skir joghurtot tettem. Ez egy magas fehérje tartalmú joghurt. Aldiban be tudjátok szerezni, vagy esetleg a Spárban. Nagyon-nagyon finom, plusz édesítőt tettem bele, hogy még krémesebb legyen az íze. Hogyha nem találtok ilyet, akkor akár görög joghurtot, krémtúrót, vagy joghurttal kikevert fehérjét is tudtok használni. Mindenképpen magas fehérjebevitelre törekedjetek, hogyha diétáztok. A tetejét egy pici kakóporral még dekoráltam, és nagyjából készen is van ez a finom reggeli, amit akár azonnal tudsz enni. Nagyon laktató, proteindús, és a zab miatt lassú felszívódású, tehát sokáig eltelít. Próbáljátok ki ezt a kávét is, most ez is kedvezménnyel vihető. Minden információt a leírásban megtaláltok. Jó étvágyat kívánok nektek hozzá! Sziasztok!